rátérhetünk egy kicsit rád, ugye? Igen. Nálad pont nem beszéltünk konkrétan arról, hogy te milyen versenyt is nyertél, milyen pályázatra készültem műved, úgyhogy szerintem ezt azért mondjuk el, hogy mindenki tiszta képet kapjon rólad. Szóval ez a pályázatnak, vagy akik ezeket előállítják, ők a Csefalvai pályázat. Már 4 éve minden évben kiirdetik a pályázatot, amivel a szlovákiai magyar diákokat akarják a továbbtanulásukban is támogatni, vagy ha valami másra van szükségük, És hát én több kategóriában vannak meghirdetve pályázatok, van sport, képzőművészet, zene, illetve irodalom, és ezekben lehet pályázni, és mind a 3 kategóriában van a top 3-as, a top legjobb, amit kiválasztanak, de ezen kívül még külön díjakat is szoktak adni, tehát tavaly is nagyon sokan voltak, akik külön díjasok minden egyes kategóriában, tehát igen, szóval szeretnek adakozni. És ez jó. A szempontból sok tehetséget támogatnak ezzel. Igen, és te megpályáztad ezt a pályázatot. Igen. Tudtam már, nem először. Nem, ez már másodszor volt. Tavaly külön díjas voltam, szintúgy irodalom kategóriában. Ez évben pedig első helyezés irodalom kategóriában. Tehát azért elég termékeny volt ez a 2 év, nem? Mert ez már a második regény. Hát én nem mondanám nagyon termékenynek, mert amikor jött az első pályázat, amire pályáztam, akkor én már a végénél voltam. Szóval nem volt úgy, hogy most ki van tűzve, és akkor úristen, most be kell fejeznem, hanem én szépen befejeztem, és akkor olvastam, hogy pályázat. És akkor ilyen, hát akkor én beküldöm. És akkor ez így volt. Szóval nem speciál arra az egyre. Én így magamnak irkaltam, nem arra a pályázat, hogy most én nyerjek, meg úgy. Mert sem a mellem, hogy őszem nem. Beszünk egy kicsit a regény születéséről, tehát ugye az időtartamról, a fejlődéséről, a felépüléséről. Tehát a második regényem, az egy minor story, az 2 év alatt készült el. Az egyik év az volt, hogy egyáltalán kigondoljam és leírjam, ugyanis én úgy csinálom, hogy először füzetbe írom, aztán begépelem. Nekem ez a füzet dolog, ez ilyen otthoni. Szóval én, ha engem leültettek egy laptop elé, hogy most ír, vagy én leülök, nekem egyáltalán nem tudok bele egyszerűen írni. Szóval a másik év pedig az volt, hogy átmásoljam, vagyis átírjam Wordbe, és mivel füzetben már egyszer meg volt a történet, másodszor pedig át kellett másolnom, úgy tökéletesítettem rajta, illetve úgy kiavítottam, amikor úgy egyáltalán nem volt értelme mondjuk egy-két mondatnak ott abban a szövegben, és így ilyen kerek egészet alkottam 2 év alatt belőle. Igen. Zoli és Claudia, nektek hogy működik ez az írás? Azonnal a modern technikát igénybe véve már, vagy van köztem egy átmenet, és papírusz, vagy gépírás, vagy agyaktábla? Mindig vannak ilyen kis jegyzetfüzeteim, amiben éppen akkor írok és rajzolgatok. Szövegteredékek vannak általában, amit aztán, amikor elkezdem őket begépelni, akkor állnak össze egy teljesség. Aztán, hogyha olvastátok is a verseimet, sokszor úgy néznek ki, hogy ilyen szövegtöredékű vers, tehát hogy csillaggal vagy számokkal elválasztott, sokszor nem összefüggő történet, aminek a vers adja meg a keretét, tehát hogy maga az olvasó dönti el, hogy ez egy egész története, vagy külön verseként kezeli a versben lévő részeket. Zoli? Én egy rémusta ember vagyok. Úgyhogy verset kézzel, regényt az egyenesen gépbe, Istenek volna kedve még egyszer elolvasni, beírni. Amúgy sem bírok magam után olvasni, vagy csúnyan írok. De ez azért előny, mert ha nem tudod elolvasni, akkor ez biztos rossz. Tehát a jó szavakat, azokat szépen szoktam. Hát valami nem stimmel, elkenem, motozom. Verset kézzel, regényt, azt nem is... Én szerintem az tisztelem a Barbit, hogy először leérjeztem, utol, itt bele őrülnék, érted, hogy nekem ezt úgy kéne csinálni. Azt úgy leérsz. Az az igazság, hogy a regényírás az fenékkel. Ott azért ülni kell rendesen. Ott nincs ez a dolog, hogy most tényleg be kell, 4 óra, minimum le kell ülni, és dolgozni kell. Egyez, még belelendülsz, és 1 óra, még visszaolvasod, így van, Barbi? Visszaolvasod. Másik óra, még belelendülsz, 3. óra, bízd dolgozni, 4. még úgy lököd magad, de végén egy napja. 4 óra után ki vagy műzva, szóval az azért munka ez is a maga módja. Úgyhogy azért nem kell ma még halmozott kézzel írni, meg ízni, mert ez most szerintem jó. Mondom, én tisztelem, de én nézd meg, most is fogja kezem, képzeld el.
Kézzel írtam. Azért nem. Sokat írtam. Géppel. Amikor először találkoztunk, akkor kérdeztelek arról, hogy ez a jegyzetelős típus, ugye, mert én, aki életemben egyetlen verset nem írtam, meg semmi ilyesmit, én úgy képzeltem el, hogy hogyha valakinek, valaki költő, és jön neki az ihlet, akkor ez gyorsan papírral lefirkántja, elteszi, és aztán hazamegy, és fú, ebből majd születik valami nagy dolog, aztán tesz meg cappal. Tehát hogy is van ez akkor nálad? Hát én is szoktam ilyen töredékeket adni, de általában vagy elveszítem, vagy egyáltalán nem írom bele. Úgyhogy én olyan típus vagyok, hogy én nekem úgy meg kell lenni ennek a hangulatnak, vagy tele kell lennem ilyen érzelmek, amiket én papírra akarok vetni, mert hogyha én nem tudnék úgy, hogy most kényszerből írni. Én csak amikor jön az ihlet, és akkor én ott leülök, akkor kell, ahogy ön is mondta, kell egy kis idő, hogy most belerajzoljak, meg hogy most megértsem magam, hogy most ezt miért tette oda le, de aztán úgy belerendül az ember, és amíg bírja, én is szoktam úgy írni, amíg nem megfordul a kezem, vagy valami addig. Ez ilyen 4 óra. Egy rövid történetet hadd tegyek hozzá. Jöttem az Ipony nyékről, azt hiszem, jöttem ezek. És egy csodálatos kép ugrott be a fejembe, és a kocsival vezetem. Mormoltam magam a 12 sorra, hogy le kell lalni, meg le kell élni. Leírtam. Leelőzött egy traktor. Ugye? Leó, biztos baj van. Leelőztem a traktor. 5 kilométerre megint eszembe jutott valami, megint leóta. Hogy négyszer előzgettük egy most, mikor utolra leelőzött a traktorma, bemutatott, hogy menjünk ma. Mondom, bocs, eszembe jutott, hogy le kellett tiétek. Szóval, igen, működik el helyetetlen. Nem bírsz annyit lememorizálni, mert én dolgoztam úgy, hogy próbáltam vezetés közben memorizálni. Aztán a vezetés közben írni. Persze vezetés közben írni, de 25-30 sornam, többet nem bír megjegyezni az agyadat hirtelen, úgy hiába mormolott körbe-körbe minden mantra, le kell alni, le kell írni. És mondja, akkor aztán 5-6-szor megellőz a traktor, úgyhogy mondom, hogy baj van ezt. Akkor autópályán te nem vezethetsz. Akkor nem írhatok. De van ma a diktafon, úgyhogy ma egyszerű, tudod. Csak bekámosodod, hogy technika, az még régen volt, még kezdő újságírókor, még nem volt diktafon. De van ilyen, szóval. Te azt mondtad nekem, amikor beszélgettünk, hogy bizonyos érzelmek hatására jön neked úgymond az ihlet, és az írás az neked annak az eszköze, hogy ezeket az érzelmeket úgymond kiad magadból. Hát ezek az érzések, ezek inkább ilyen negatív érzések, mondjuk, hogy hát dű van bennem, vagy lelki fájdalom, akkor nem tudom, más ember sportol egyet, körbefutja a házat, vagy összeveri a zsalkot, ami otthon van, nem tudom, én papírra veszem az érzéseimet, és általában amennyire rosszul érzem magam, a regényben a szereplők nemhogy jól érzik magukat, de nem halál van benne, meg szurkoljak egymást, hanem ilyen pozitív légkört, mint hogyha meg szeretném a saját érzéseimet változtatni azáltal rosszból jóvá, hogy én elmenekülhetek egy másik világba, amit teljesen úgy rendezek, ahogy nekem tetszik, és akkor már úgy ez a fájdalom bennem egyre-egyre tompul, aztán pedig elmúlik. Hogy nekem igazából ez az elsődleges célja, vagy feladata az én írásomnak. Hát akkor neked az írás az ilyen terápiás jelleggel működik. Nálatok ez hogy van, inkább a pozitív vagy a negatív érzelmek váltanak ki, mondjuk ihletet vagy motivációt arra, hogy írni kell? Én el kell gondolkoznom, ezt nem tudom. Én is gondolkodom rajta, is. Eleve az érzelmek, akár a neutrális is, tehát tehát természet, a tél, nyár, az ősz, az ugye sok embert inspirál, vagy egy furcsán kinéző ember egy állomáson, tehát nem feltétlenül bennem kell erős érzelmeknek lennie, hogy írjak, csak látni egy érdekes dolgot. De ha benned düven mondjuk működik, az esetleg nálad, mint ami Barbina, hogy igen, a dühödet ki tudod adni működik, ilyen de ilyen általában módon ebből nem a jó dolgok, nem ebből születnek a jó dolgok. Tehát nem akkor, amikor bánatomban, vagy dühömben, vagy túl nagy örömömben írok, azok inkább, mint ahogy mondtam, hogy ez is ilyen meditatív jellegű dolgok. Írni csak felülnézetből, csak felül kintről látod magadat, felülnézetből neutrális vagy. Nem az, hogy a te érzelmeidet kell, hogy kiváltsa, hanem neked kell érzelmet kiváltani az írással. Szerintem inkább az a lényeg, mert hogyha te elragad a düh vagy az indulat, akkor olyan rossz
pacakok jönnek ki belőle, hogy az valami borzalom. Hát érted, az annak sosincs jó vége, ha érzelemből vagy elkötelezettség, az még a legrosszabb, hogy ilyen elkötelezett izét írt, lírót írsz, ilyen fú. Sőt, ne tanultam politikai verset, az meg azt a motot. Írtál már politikai verset? Hála jó Istennek, engem ez elkerült. De másokat nem. És akkor most megadnánk a közönségnek a szót, lehet bátran kérdezni vendégeinktől az előadáson elhangzottakat, vagy akármi mást. Nyugodtan. Amit szeretnének tudni vendégeinkről. Olyan nincs, hogy nincs kérdés. Biztosan ér. Valamilyen megfogalmazott, valamilyen gondolat, beszélgető este. Azt hittem. Meg fog kérdezni. Akkor nekem még van kérdés, nekem mindig van kérdés van egyébként, hogy ugye általában a regényekben, vagy a verses kötetekben, vagy mindenhol van a könyv elején ajánlás. Például a Veskői Karcsi bácsi gyerekeknek szóló verses kötetében ott van az ajánlás, hogy ajánlom unokámnak, Rékának. Hogyha ti most így unblock nézitek a költészeteteket, akkor kinek írnátok az ajánlást? Kemény kérdés, hogy kinek írnak. Nem kell konkrétan egy emberről beszélni, csak valakinek mégis szól. Leghallósabb a feleségemnek vagyok, aki elviseli ezt a sok hülyeséget. Neki kéne az összeset ajánlani. Ő az egyik legjobb kritikusom, és előolvasom, úgyhogy neki kéne mindegyiket. Volt már az, hogy összetépett valamit? Fejemézve a valgott dolgokat, de még tépni nem tépett. De ez most tészt. Ahhoz képest jó formája van. Még. Amíg alakulsz, addig kell verni. Nem tudom, hát tényleg annak kell ajánlani, aki akarja ajánlani, akit a legjobban szeretsz, vagy tisztelsz, vagy akit a legfontosabbnak tartottak. Nem tudom, ajánlottam én ezeket a könyveket valakinek. Nézze, magám sem tudom. Nem tudom. Valamelyikbe talán valami megköszönöm valakinek az együttműködést. Ez Mizser Attilának, igen, tudom, mert ővele adgyúrtuk ezt a kötetet előtte. Igen, az más tésztán, de az nem ajánlás, az csak egy ilyen köszönetféle. De hát ugyan, ha gondoljuk, hogy van szerelmi rére, és akkor az ifjú költő ajánlja, múzsolja, annak ott hogy ne hat? Kéne ilyeneket csinálni, mert mégis megjön, hogy a személyes kötődés van egy vershez. Nem? Ez jó dolog, hogyha valakihez köthető. Egy Radnóti Fifinek írott vers, mégis milyen szépek azok, hogy neki vannak, hát azok gyönyörű dolgok. Klaudi? Valószínűleg, hogyha úgy készülne egy... Hogyha úgy készülne egy mű, hogy valakinek, akkor annak ajánlanám. A meglévő dolgokat nem tudom. Családomnak, barátaimnak, szerelmemnek. Barbie? Nos, hát én igazából erről az ajánlásról megfeledkeztem, hogy ezt kéne valakinek ajánlani. Nem hát, akarod lemuszolj, Barbie, csak... Nem, ha megkérdezik. Szóval, hát... Nem, ha megkérdezik. Én ezt így mindenkinek ajánlom, aki hát úgymond meg akar engem ismerni, vagy valami újat akar olvasni, mert én azt szentül hiszem, hogy ha valaki ír valamit, abban ő nagyon sok százalékban benne van. Szóval én ezt mindenkinek ajánlom, és hogy a cím az, hogy egy majdnem rasztalától nem kell megijedni, mert nem ilyen mézes-mazas dolgok vannak benne, azért van, hogy majdnem, mert nem az, nagy rész nem az. És én ezt mindenkinek ajánlom úgy általánosan, nem szeretem most megmutatni, most neked, nem én, úgy mindenkinek szól, mindenkihez. Ezek az én gondolataim, az én vagyok, akit érdekel, az észbe veszi, nem szól úgy senkihez konkrétan. Tehát aki itt van... Igen, van egy különbség, és végleg, tessék! Nagyon szeretnék említettétek, hogy ilyen alapítvány adja a pénzeket a kiadásra és mindenre. Én azt szeretném tudni, hogy egy költő és író lényegében hogy adja el magát azoknak a szponzoroknak. Tehát lényegében meg kell győzni azokat a szponzorokat, hogy most én ki szeretnék adni valamit. Tehát, hogy milyen formában van az a kontaktus, és hogyan tudom én meggyőzni azt a potenciális embert, aki befektet ebbe az én könyvembe,
hogy az kiadható állapotban legyen. Erről nem tudok mesélni. Talán Zoli tudna a legjobban. Ilyen formálnak lehet ezt... Ez egy jó kérdés, Csabi, te nem tudod, de ne én nekem is kérdezem. Nekem is hatalá tudom. Ez érdekelni, hogy de ha még tudod, mondd, mert nekem is ott lehet. Szerintem nem saját pénzből van. Nézd, ha te kiadó, ha kiadóhoz fordulsz... Nem lehet hagyatkozni, mert vagy. Tehát valahonnan szponzort kell szerezni. Nem egészen így van, mert a kisebbségi kultúra támogatásod, a nyomtatott sajtóra szánt összegből azért jut bőségesen, jut eredeti irodalomra jut. De ott, ha egy kiadó, most már nem kiadó, hanem civil szerveződés, benyújtja a kormányhivatalhoz, hogy XY mennyiségű kötetet szeretné kiadni, és ahhoz megszerzel kellő mennyiségű fordítást, lektori véleményt, öreganyomfülét, és a bizottság úgy tartja jónak, hogy ez a kézirat megérdemli, akkor megkap egy bizonyos összeget. Ami persze természetesen egész évben soha nem elég a kiadósra. Hogy a többit honnan gerebjézi össze a kiadóm, azt én nem tudom. Volt idő, hogy elkezdtem polgármesterekhez lobbálni, de ott ráfizettem, mert többe került a benzin, mint amit beszedtem. Mert nullót szedtem be, én még elmentem 500 kilométert, akkor el tudod képzelni. Úgyhogy... Ez olyan medvehagymas, hogy tudod. Amikor van szeded, mikor nincs, nem szeded. Ilyen szisztémben, mint menedzser, vagy valami ilyen létezik a irodalomban, vagy... Hát ugye nyugati írók... Amerikában, még Nyugat-Európában van olyan, hogy író menedzser, és abban már jó megélnek ott. De itt nálunk nem létezik ilyesmi. Nem tudom, talán Sünét, Győri Attila ott lehet ilyennek mondani, aki megpróbál ezekkel a dolgokkal foglalkozni, és menedzseri magát, meg egyes köteteket, de ő az üzletet látja benne, tehát ő azért menedzsel valamit, mert abból pénze van. Másképp nem menedzsel. Teljesen rendben is van, ez egy egészséges dolog, mert a piac eltöntő. Ha el tudja adni, akkor menedzseri. Ha nem tudja eladni, akkor nem menedzseri. Kész, ez ennyire egyszerű. De hogy kéne szponzorokat szerint, mit tudom én? Mutasd majd. Én még szponzort nem lóna. Olvasni, olvastam róla, mert is láttam, aki látott, hogy van szponzor. Meséltek is már róla, tudod de ezt. Amúgy nem nagyon. Irodalomba. Még egy utolsó kérdés közönségtől. Tessék, hogy a baráti körönöket mind a három, hogy támogatta önöket ebben az írásban, versírásban, vagy mondtak olyanokat, hogy ne ezt inkább ne csinálnak, nincs értelme, vagy valami hasonló? Nekem szól a kérdés? Hát, hogy szerintem mind a hármatok megnyugodtam. A lányok válaszoljanak. Én majd mondom. Engem soha nem akart senki se eltántorítani ettől. Meg hát, ahogy már mondtam, a mostani baráti körömnek nagy része író, vagy költő, vagy valamilyen művészféle. És akkor erre ír a kapcsolódnék, hogy hogy vélekedik erről a család? Mert elég sok szó esett a családról. Ott ül. Ott és őket megkérdezik. Igen, látom. Hát ha hazahozok egy irodalmi lapot is, amiben éppen benne vagyok, elolvassák, vagy rákérdeznek, vagy... Bármi? Nem tudom, ők hát... tudják, hogy mit gondolom. Én mivel eltitkoltam, nem igazán tudtak sem rabuzítani, sem eltantorítani, hát megszületett, bejött, támogatnak. Minden esetre aranyosak voltak meg, amikor volt az iskolán belül is egy beszélgetés, akkor is úgy aktívan vigyorogtak rám a közönségben, tehát jó volt. Így lelkileg így támogatnak. Akkor én még én is elmondom, hogy ifjú korom meg, amit sokat támogattak hazafelé. Apa Barci Pistóval, Rumozós, Udor Pistóval, sokat kellett támogatni hazafelé, úgyhogy valami csak ragadt rám, tudod. Menet közben, de volt olyan, aki azt mondta, hogy jobb lenne abba hagyni, de azért így volt. Így van. Ez egy utolsó kérdés lehet. Tessék. Itt nem olyan vita van. Persze. Meg szeretném kérdezni ide a hallgatóktól, hogy mondjátok már a legrosszabb kritikát. Igen, fejezzük be vita van. Hát én röviden mondom, nem kaptam rossz kritikát. Milyen hiú a költő. Nem hiú. Minden kritika jó volt, ezt ma Klau elmondta. A kritika nem rossz. Hát ráverte ez a csalva az időt, hogy elolvasta. Tehát te sok marhaságot, gondolj ma bele. Arra gondoltam, hogy ami rosszul esett, tehát, hogy...
Én nem úgy gondoltam. És a fiatal korodban rosszul esik a kritika, ha azt mondjuk, hogy ez nem úgy sikerült. De ha olyanokon szocializálódsz, mint Dudor Pista, mint Barci, akkor azon ott kiszocializálódtam. Mondhattak, amit akar, telepofolva, mondjátok, jó van. Fölírtam, ez a rossz. Most, ha posztam, most jó, most se jó. Harmadnál, most jó, most jó, negyednál, most jó. Tanulsz. Azért van. Én is emlékszem arra, olyanra, hogy amikor mondták, hogy valamit írjak át, akkor én költöttem az ebete koróhoz, hogy én ezt nem írom át, ez így van, hogy én megírtam. Aztán később sokszor volt olyan, hogy rájöttem, hogy nem volt igazam, annak volt igaza, aki tanácsot adott, viszont utána volt olyan is, hogy jó volt, hogy nem változtattam rajta. Azok, akik kritizálnak, és lehetnek azok tapasztaltabb és idősebb irodalmat művelők, és nem biztos, hogy mindig igazuk van. Tehát időbe telik azt is meglátni, hogy mikor van neked igazad, és mikor van annak a másiknak igazad. Barbie? Hát én nem is tudom, hogy akkor, mikor kaptam a egyetlen rossz kritikámat, amire emlékszek, de ezt nem izéből mondom, lett pofarú. Szóval, hogy valamit írtam talán az első regényemet, és akkor úgy megmutattam egy töredékét, nem is tudom, talán az unokatestvérnek, családon belül valakinek, és akkor így olvasta, én ma úgy teljesen úgy örültem, hogy fajta, ezt nagyon jól megírtam, hát csak jót fog mondani. És akkor úgy olvasta, és azt mondja, hogy unalmas, és annyira lelombozott, de mondtam, de mi unalmas, de hát nekem az nagyon tett. És akkor ez így lelombozott, de aztán nem tudom, hogy unalmas volt, mert már nem emlékszem, hogy mit írtam. De ez úgy meglepett, mert ez volt az első, aki úgy rádöbbentett, hogy az ember nem csak tökéleteset alkothat, hanem alkothat olyat is, ami nem. És akkor ez az első ilyen kő volt, hogy aj, ez így nem jó. Az első ilyen figyelmeztetés. Ez végül is jó volt így, ha visszagondolok rá. Akkor most, hogy az órára pillantok, az esténk végéhez közeledünk, úgyhogy én azt kérném mind a hármatoktól, hogy ugye mindenki, aki ma itt van, az jött egy üres batyúval, és belepakolta magának azokat az útravalókat, amiket innen hazavisz. Ti milyen útravalót adnátok? Miért olvassanak? Miért szeressék az irodalmat? Miért olvassanak regényt? Miért olvassanak verseket? Esetleg miért olvassak pont a ti műveiteket? Egy mondatban, ha kérhetnék. Én butákat tudok kérdezni, nem? Hát. Köszönöm! Nem azt mondom, hogy hat, erre valószínűleg nem egyszerű, miért olvassanak minket, mert mi itt vagyunk. Ja. Hát egy, hát kettő. Ha miért kell most olvasni egy gyorsan a fenébe is? Pontosan. Erről van szó. Ott kezdődik, érted. Nagyon, hogy komolyabbra fordítsuk a szót, miért kéne olvasni? Tehát ki nem olvas, az hülyé hal meg. Hát egy, ki akar hülyén meghalni? Hülyén meg akar halni, az ne olvasson. De aki itt van, az egyik se akar hülyén meghalni, ez mind olvasó ember. Föltételezem, hogy mindegyiknek van otthon jó parszolsz könyve. Százasorban mérhető, hogy végignéztem a csapaton itt azért, és ők néha megkockoztatom, ezres nagy csokrendű kötet mennyiségek előfordulnak otthon. Úgyhogy ennél a közönségnél nem adekvált. Ha kimennénk a dúsa utkot, adekváltabb volna. De meglepődnél, hogy ott is voltam egyszer egy olyan srácnál, akinek a legnagyobb becsben azok a könyvek voltak, amit ő versenyeken nyert. Úgyhogy ezt mondtam, hogy öcseim, varja, kimentem a kocsiba, ami volt nálam, mindent odaadtam neki. És tudom, hogy maig megvan. Úgyhogy mindig azt mondom, aki tudni akar, meg élni akar, az olvas. Aki nem akar élni, mert nem akar tudni, az nem olvas. De azzal nincs mit foglalkozni. Az nincs. Több volt, mint egy mondat. Egy picivel. Nem baj. Én inkább azt mondanám, hogy aki nem akar, és attól boldogabb, hogy ne olvas, nem olvas, ne olvasson. De nem hiszem, hogy ettől jobb lesz az embernek, úgyhogy szerintem elég boldogító tud lenni az olvasás. Úgyhogy én nekem a boldogsághoz az egy jó tanács, az olvasás. Szerintem. Mondom, persze. Szerintem az olvasás nagyon fontos, mert egyrészt, hogy nem csak az, hogy ha elolvasunk sok könyvet, akkor igazából, mintha sok életünk lenne, és akkor járkalunk ide-oda, kirándulunk, beszélgetünk. Ez az ilyen csodája, vagy egy ilyen, nem tudom, varázs az olvasásnak, amit az, aki nem olvas, soha nem fog megélni. Másrészt meg az írás is nagyon fontosnak tartom, mert tuti biztos vagyok benne, hogy az itt ülők mindegyike írt már olyan fogalmazást, amire olyan büszke volt, tehát mindannyiunkban
Hát egyre biztos, de mindegyik, mindannyiunkban benne rejlik ez egy kis író, akkor is, ha nem tudunk róla, vagy hogyha eltörpül, de szerintem ugye ez az olvasás meg írás úgy alap természetünknél fogva benne van, de ami az én útra valóm az az, hogy mindenki találja meg a maga annak valót. Lehet ez az írás, lehet valami sport, lehet akarni más. Mert ez tényleg így ki teljesít téged. Nekem ez az útra való. Nagyon szépen köszönjük az útravalótokat, és nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. És ahogy az elején elmondtam, ez a mai nap egy ünnep. Ugye ünnepeljük a könyveket, ünnepeljük a Rimaszombati Kávéház első évfordulóját, és ünnepelünk még egy nagyon fontos születésnapot is, mivel a vendégeink egyikének éppen a mai napon van a születésnapja, úgyhogy Isten éltessen téged nagyon sokáig, Zoli. Éppen ezért megkérném... Eredetileg hónapra lett. Ezért most következzen egy ajándék versike. Szászi Zoltán. Figyel! A sár felbecsen, szoknyámra betyet ír. Nyári szandálon kibefut az eső. Szemed íve alatt szarkalám, figyeled a világ forgás tengelyen. A felhőhabos tóban mosol lábat, az ér benne furcsa kép. Keresed a nyár elejét, meleg dobját a homoknak. Egy ökölnyi kavics az egyetlen igaz pont. Nyárszagú a reggeli levegő, üde, könnyű bor az íze. És a születésnap az nem lehet igazi születésnapi torta, és egy kis zene nélkül. Úgyhogy most megkérném Pálka Marikát és a csapatát, hogy zenéljenek nekünk, valamint ha megérkezik a születésnapi torta, akkor azt közösen elfogyasztjuk így a Rimaszombati Kávéház. Édes anyám, virágos a távodban,
a Csillagvirágnak és a kedves közönségnek az mai ünnepi kávéházi előadás. Egy kicsit még maradjanak, míg felvágjuk a tortát, és a Csillagvirágot megkérem, hogyha van még kedvük játszani, és szeretnének még énekelni nekünk, akkor csak nyugodtan. Igen, szeretnének.